Kitűnő szezont fut a balatonfüredi KSF felnőtt férfi kézilabda csapata. Csoknyai István együttese időnként utánpótláskorú játékosai főszereplésével remekelt. A kapus Andó Adrián mellett Szita Zoltán, Máté Dominik és Horváth László Attila is egyre több lehetőséget kap a Balatonparti gárdában. Nem csoda, hogy a tréner elismerően beszél a csapat fiatal tagjairól. Maximálisan elégedett vagyok velük, ami egy kicsit probléma, hogy elég keveset tudnak játszani, sajnos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nincsenek olyan mérkőzéseink, ahol nagy arányú győzelem lenne, vagy úgy vezetnénk, hogy bátran hozzá lehet nyúlni a fiatalokhoz. Mondom ezt abból kifolyólag, hogy ők még nem stabil kezdőjátékosok. Természetesen minél több játék lehetőséget, minél több időt eltöltenek a pályán, azt nagyunknak a örömére szolgál, hiszen a klubunknak a zászlós hajó, vagy a klubunknak a logója az, hogy minél több saját nevelésű fiatal, minél több magyar fiatal berakni a csapatba és kinevelni a magyar kézilabdának. Erre hála jó Istennek a mi utánpótlásunk egy nagyon jó bázis, hiszen pontja is gyártja azokat a tehetséges fiatalokat, akikkel az NB1-be is azt gondolom, hogy érdemes foglalkozni. Kézilabdában is gyakran felvetődik a kérdés. Vajon a pillanatnyi eredménykényszer, vagy a hosszú távú építkezése a fontosabb? A fürediek mindkettőnek meg akarnak felelni. Próbáljuk egy szinten kezelni a kettőt, tehát a fiatalokat is nevelni, és értelemszerűen persze az eredményt is el kell érnünk, meg próbálunk elérni. Azt gondolom, hogy az őszi szezonunkat nagyon jól sikerült, nagyon jó szezont futottunk, olyan eredménysort értünk el, ami a klub történetében egyedülálló volt, és mellette hát örülünk neki, hogy a fiatalok minél többet játszanak, minél többet szerepelnek. Hát amikor csak lehet, akkor bátran hozzányúlunk, de értelemszerűen vannak olyan mérkőzések, amikor az ember az a tapasztaltabb játékosokban jobban bízik. A fiataloknak persze nagy előny, hogy az NB1-ben rutinos, válogatott kézilabdázóktól tanulhatnak. Hogy más nem mondjunk, a fürediek kapuját az olimpiai negyedik helyezett Fazekas Nándor védi. A kapuban az Andó Adrián értelemszerűen sokat dolgozik a Nándival, és kapusedzőnk Szatmári János segítségével. Én azt gondolom, hogy egy nagyon ígéretes, tehetséges kapus fog válni belőle. Bízunk benne, hogyha a pályafutása töretlen marad. De a Máté Dominik, Szita Zoli és a Horváth Lacika is jó úton vannak. Hát Szita az hogyha már egy kicsit elemzem a játékosokat, ő sokkal többet játszik, hiszen ő azon a poszton van, balátlövővel nincsen más játékosunk, és ilyen szempontból az ő nyakába szakadt a felelősség. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó teljesített az ősszel, nagyon sok mérkőzést nyert nekünk, de elmondható a fejlődés és a sok játék a Máté Dominikról is. Ő egy kicsit nehezebb helyzetben van, hiszen két válogatott játékos van a posztján, Kasparek és a Fehér Orosz Karvacki. Horváth Laci, ő is bontogatja a szárnyait, neki még több idő kell, de én azt gondolom, hogy mind a négy játékosunkból, tehát mind a négy fiatal játékosunkból tehetséges, ígéretes játékos lesz. De mennyit tanultak a fiatalok a rutinosabb játékosoktól? Rengeteget, nagyon sok válogatott és volt válogatott játékos is megfordult itt. Én örülök neki, hogy itt edződhetek. Jó tanulni a társaktól, persze egy kis csínt, egy kis magamból is kiindulva sokat szeretnék tanulni. Eddig egy nagyon jó szezont hajtottunk végre, ami ugye annak is köszönhető, hogy tehát számunkra, mint utánpótláskorúakra, hogy a felnőttek úgymond vigyáznak ránk, folyamatosan terelgetnek minket. Csinálunk jó dolgokat, akkor nyilván megdicsene, de mindig még az, hogy hogyan fejleszthetnénk magunkat. Nagyon örültem, hogy felkerültem a csapatba, és egyre többet játszok szerencsére. Elején ugye nem játszottam még a felnőttben annyit, így mindig egy plusz volt, hogy tudtam játszani ugye az NB1-be. Nem itt kezdtem, hanem lejjebb, még az ifi szinten voltam, amikor ide kerültem Balatonfüredre, de minden álmom az volt, hogy egyszer ide felkerüljek a felnőtt csapatba, és mióta itt vagyok, azóta ugye megpróbálok minél többet nyújtani, és minél pozitívabb kisugárzásom legyen akár az edzők felé, akár a csapat felé. Ugyan az említett négy fiatal még nem stabil kezdőjátékos Balatonfüreden, de edzőjük szerint az idő nekik dolgozik.
minden pályán eltöltött perc, minden mérkőzés azt gondolom, hogy előre veszi a pályafutásokat. Az látszik most, hogy Dolik Bence sérüléséből adódóan Szita Zoli az nagyon sokat játszik balátlő poszton. Ő azt gondolom, berobbant az NB1-be. Jó úton jár Máté Dominik is, hiszen ő is elég sok játék percet töltött el. Andorja tavalyi szezonban már mérkőzéseket nyert nekünk. Egyedül a Horvát Laci, aki egy kicsit kevesebbet játszik, de mind a négy fiútban óriási potenciált látok és óriási lehetőséget. Bízom benne, mind a négyből magyar válogatott játékos lesz, és akkor azt gondolom, hogy az az elvégzett munka az mindenféleképpen megtérült, amit belépettünk.